Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Én biztos vagyok abban, hogy sikered lesz. Minden megoldódik körülötted, és ez a kivetés azért jó, mert tanácsot ad, hogyan éred el a céljaidat, hogyan tudsz bizonyos dolgokat lezárni, hogy javíthatsz valamit az életeden vagy a környezetedben, és ezt megnézzük ennél a kivetésnél. Én imádom ezeket a kártyákat. Olyan viccesnek találom a képeket, és örülök, ha ezt így mutatom nektek, hogy tetszik-e, leírhatod a kommentárba. Mivel indítsunk? Először is vedd kezedbe ezt a poharat. Ennek van egy szimbolikus jelentése, így tisztázódnak bizonyos dolgok, oda kell erre figyelni, és itt látható, hogy a pohár egy része aranyból van. Ez nem csak a jólétet szimbolizálja, hanem hogy nálad is megvannak az értékek. Értékes vagy, hogy megkapd az élet, től azt, amit megérdemelsz. Légy ennek tudatában. Figyelj oda bizonyos dolgokra, amit szeretnél elérni. De ezek legyenek a te terveid, a te ötleteid. Ne engedd azt meg, hogy mások lebeszéljenek erről, vagy beleavatkozzanak a dolgaidba, hiszen amit te tervezel, az aranyat hoz számodra. Figyelj oda a környezetedre, bizonyos kapcsolatokra, vagy egy bizonyos helyzetre, ahol nem érzed jól magad. Rohanj el ettől a személytől, vagy zárd le ezt a helyzetet, hiszen nem tesz jót számodra. Legyen egy új irány. És keresd az otthonodat. Ez nem csak a lakhelyedet illeti, hanem azt, ahol elfoglalod a helyedet az életben. Ez lehet a hivatásod, ez lehet a párkapcsolat, persze jelentheti az otthonodat is. Te döntesz. Érkezz el oda, ahol jól érzed magadat. És vedd kezedbe ezt a térképet, hogy melyik irányba kellene most tekinteni. Persze ez a térkép jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat, és lehet, hogy ott találod meg a helyedet az életben. Azon kívül nézz oda a tükörre, és ha úgy gondolod, hogy kicsit túl súlyos vagy. Ez ne zavarjon téged. Az se, ha mások azt mondják, hogy ó, te pár kilót azért felszedtél, vagy kicsit kövér vagy, hanem érezd jól magadat. Olyan vagy, amilyen vagy, és ez mind rendben van. Akkor is, ha őszülsz, vagy kicsit kövérebb vagy, vagy van egy pattanás az arcodon, ne zavarjon ez, hanem légy egy hangban magaddal. Akkor is, ha minden így a feje tetejére áll, ez lehet, hogy jót tesz neked, hogy így kipihened magad, vagy fordul minden 180 fokkal, másképp látod a dolgokat. És nem a tükör fontos, hogy pár kilóval több vagy, mint szeretnél, hanem fordíts 180 fokot ezen, és te vagy itt a hercegnő. Mert az életed olyan, mint egy színdarab, és ebben a színdarabban te játszod a főszerepet. Te vagy a királynő, te vagy az uralkodónő, te vagy a hercegnő. És vedd kezedbe ezt a kardot. Vágd el azokat a kapcsolatokat, ami nem tesz jót neked. Vagy tartózkodj azoktól az emberektől, akik kinevetnek téged, vagy azt mondják, hogy ó, milyen kövér vagy, nem nézel a tükörbe.
De igen, nézz a tükörbe, és mondd azt, hogy minden rendben van nálam. Légy magabiztos. Azon kívül ez a kard jelenti a fontos döntéseket is. Az első döntés az legyen, hogy te aranyból vagy. Megvannak az értékeid. A második döntés, hogy te saját magad hozod ezeket a döntéseket. A harmadik, hogy eltávolodsz bizonyos személyektől, vagy egy bizonyos személytől. Itt a negyedik döntés az, hogy megtalálod az otthonodat, megtalálod a helyedet. Itt az ötödik döntés, hogy van egy irány, van egy lehetőség. A hatodik döntés pedig az, hogy elégedett vagy magaddal, a külsőddel is. Akkor is, ha így feje tetejére áll minden, rendezni fogod magad körül a dolgokat. És harcolsz a sárkányok ellen. Ez a sárkány lehet a te sárkányod is, a félelem. Tedd át magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Persze a sárkányok lehetnek hamis személyek is, akik támadnak téged, kritizálnak téged, akkor két lehetőség van. Vagy ott állsz, és kimondod a véleményedet. Vagy döntést hozol, és úgy gondolod, ez nem fontos, nem kell ezekkel a személyekkel foglalkozni, hanem járod a saját utadat. Az eredmény az, hogy te, mint egy főnix, így kilépsz egy bizonyos helyzetből, itt van a transformáció, fellégetsz magad mögött mindent, ami eddig káros volt számodra, hátráltatott téged, könnyeket váltott ki nálad, és ez a kép jelenti azt, lesz egy új irány, sikereid lesznek minden területen. A hivatásodban és a munkahelyen, a családban, környezetedben és a párkapcsolatban is. És ez volt a felvétel. Én örülnék annak, ha leírnád a véleményedet, például, hogy tetszenek-e ezek a kártyák, meg azt is leírhatod, hogy mi a véleményed erről a felvételről. Ha tetszett, örülnék annak, ha lájkolnád a videót, vagy feljelentkeznél a csatornámra. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon, ebből kettő van, az egyik Dendera Medici, a másik pedig Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik az információ a Maja naptárból. És én kívánok nektek egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!